Már több mint 610 ezer magyar állampolgár élhet nagyjából az Európai Unió különböző tagállamaiban, ez egy friss felmérés, és talán még megdöbbentőbb, hogy az eltett Refort Ágoston gyakorló gimnáziumában egy felmérés szerint a végzős osztálynak a harmada jelölt meg külföldi intézményt, hogy külföldön szeretne tovább tanulni. Gimnazistákról van tehát szó. Erről fogunk beszélgetni, erről a jelenségről. Bensütz Mária generációkutatóval jó reggelt kívánok. Ugye ilyenkor mindig az a legnehezebb kérdés, amire nem tudjuk a választ, hogy aki már az egyetemet is külföldön kezdi el, ő utána hazajön, vagy nem jön haza? Nagyon jó a kérdés. Én készültem is egy 2015-ös kutatással, amit dr. Nováki Erzsébet jövőkutatási tanszék, ugye a Corvinus Egyetem jövőkutatási tanszék vezetőjével is, Dörnyei Krisztinával készítettünk. Akkor elég komoly arányokban azt jelölte be a Z-generáció és az Y-generáció, hogy ő külföldön fog 2025-ben tanulni, külföldön fog élni többségében. Maga a kutatás arról szólt, hogy mekkora valószínűséggel fog 2025-ben, mert ugye jövőkutatásról van szó, tehát mekkora valószínűséggel fog ő külföldön tanulni, és akkor 75,9%-a írta be azt, hogy ő kint fog tanulni. Na de ennek, hogy megkérdeztük, persze mindent lefogott ugye a jövővel kapcsolatosan, hogy külföldön éle, és az csak 57%. Tehát, hogy azt, hogy én nem magam nem tekintem annyira rossz dolognak, hogy valaki külföldön szeretne tanulni, hiszen látjuk, hogy honnan veszük a példaképet, ugye iskola, barátok, média, ez mind azt mutatja, hogy kinyílt a világ, globalizáció van, el lehet könnyen jutni ugye külföldi egyetemre. Az megint egy másik kérdés, és itt láttunk százalékos visszaesést, hogy élni lehet, hogy Magyarországon szeretne, vagy annak ugye nagyobb esélyt adott. De igenis elindulhatnak, és tényleg most már szabad máshol is tanulni, én is külföldön is tanultam, tehát ez szerintem... Tehát ez nem egy dráma. Ez nem dráma. Ez egy szabad akarat kérdése. És ez a 610 ezeres szám, hogy ennyien élnek már magyarok külföldi uniós országban? Ez korábban is elég magas volt szerintem, szóval két évvel is 400 ezerről beszéltünk is a londoni. Kettő éve, de akkor, amikor úgymond megnyíltak a határok, az előtt egy nagyjából zárt társadalomban éltünk. Tehát akkor azért túlzottan nem volt külföldi oktatás, vagy nem volt londoni, nagy-britanniai, teljes magyar kolónia, komplett bolthálózattal, iskolával és minden egyébben. Ketté választanám szerintem a külföldön tanulok és a külföldön megyek dolgozni dolgot. Tehát ez nem ugyanaz. Tehát ezek például egyetemi pluszképzések, vagy mesterképzésekre kell gondolni, vagy BSC képzésekre kell gondolni, és ott más a rendszer, mint hogyha kimegyek dolgozni. Persze, de a munka is más, hiszen ha belegondolunk, akkor Pandorfban, aki ruhát árul, vagy Burgerlandban, Őrvidéken benzinkutas, és minden nap hazajár Sopronba, külföldön dolgozik, viszont Angliában meg nem ugrasz ki egy délelőtre tányért mosogatni, vagy gazdasági szakembernek lenni. Igen, de azért attól még mások a feltételek. Tehát ahogy mértük ugye 2007-ben és 2015-ben is mértük, hogy mit mondanak 25-re, kiderült az, hogy 2015-ben már sokkal többen mondják azt, hogy a 25-ben kint fognak élni. Uh-huh. Tehát felgyorsult az a lehetőség is, hogy én külföldön fog tanulni és élni. Azt mennyire tudjuk, hogy ugye él egy ilyen kép az emberek, vagy kimegy külföldre, ott kolbászból van a kerítés, jól fog keresni, beilleszkedik, világpolgár lesz, megtanulja a nyelvet, tehát hogy minden rendben lesz. Aztán egyre több olyan történet van, hogy ez egyáltalán nem ilyen egyszerű. Van akinek emiatt nem sikerül, amiatt nem sikerül, hazajön. Meg tudjuk mondani, hogy mitől lesz az, hogy valakinek bejön az, hogy külföldre megy, sikeres lesz, vagy nem? Hogy milyen készségek, kompetenciák kellenek ehhez? Szerintem kutatások, tehát kvalitatív kutatások nem készültek még erről, hogy egyéni életutak vizsgálata, mert ugye az ilyen longitudinális, hogy miért jönnek vissza. De valóban, ahogy mondtad, mondom, az én húgom is kint élt 3,5 évig, két pár, és ő is együtt egy kis lakásban, és ők még mindig kint élnek. Tehát, hogy kuporgatnak, összeszedik, figyelnek arra, hogy mire költenek, és egy jövőre koncentrálnak. Húgom hazajött, mert úgy gondolta, hogy neki ott az vége. Tehát, hogy annak ott nincs. Igen, csak ez annyira érdekes, nem, hogy sokan, tényleg mondjuk Anglia nagyon-nagyon drága, és lehet, hogy sokkal több pénzt keres magyar összehasonlításban, de sokkal többet is költ, és nem biztos, hogy él olyan életszínvonalon kint egy pici szobában, nemhogy lakásban, mint itthon, és mégis azt választja.
Azért, mert ez megint az elvárások. Tehát mit vár el magától? Tehát ő kint van. Tehát, hogy ő azt gondolja, hogy nagyobb szerencséje van, nagyobban bízik abban az életszituációban. Hadd mondjuk egy konkrét példát, hiszen ugye az én családom Londonban él, és, illetve London mellett egy kisvárosban, és ott járnak a gyerekeink. Nekünk a fő prioritás az volt, hogy minden gyerek anyanyelvi szinten beszéljen angolul. Tehát nekünk ez volt. Emily említette a 610 000-es számot. Ugyanakkor, és ez belpolitikai kérdés is lett, nem fogunk politizálni, de egy belpolitikai kérdés lett, hogy elhagyják a magyarok a Magyarországot azért, mert. Viszont, hogyha nézzük Horvátországban, amik nálunk fele akkora ország, nemzeti katasztrófa helyzetet hirdetett, Kolinda Grabár-Kitarovics asszony, a 4,5 milliós országból 100 000-en mennek el évente. Bosznia-Hercegovina gyakorlatilag kiürül, Romániában konkrétan egy országnyi emberi a Spanyolországban és Olaszországban. Tehát ezt a 610 000-et, ezt úgy kell figyelni, nem? Hogy egy nemzetközi összehasonlításban. Igen. Sőt, szerintem ez egy nagyon szép jelzés, értékű dolog a horvát kormánynak, meg a horvátországi események. Amit én mondom, 2 éve nem tudtam eladni ennek a tanulmánynak az eredményeit, mert nem volt hírérték. Most már olyan hírérték, hogy beszélünk róla. Tehát figyelni kell ezekre a tendenciákra, hogy igenis mennek ki a fiatalok, hogy hogyan lehet erre reagálni. Az én véleményem ugye egyrészt az, hogy szabad akarat. Ugye amíg az emberek a boldogságukat, és ez egy másik kutatás, azért vagyok boldog, mert van pénzem, amíg ezt gondolják az emberek, ugye ez általában 80%-ban így szokott lenni, addig ugye ő menjen az, és kövesse az ő saját álmait. Második, befejezem gondolatot, hogy sokszor nézzen szét. Tehát én szeretem, hogyha elmennek a diákjaim, én is éltem külföldön, szedje fel azt a tudást, azt a tartalmat, és úgy jöjjön haza, hogy többen jöjjön haza, valósítsa meg. Rengeteg mai startupot is úgy alapítottak, hogy Amerikában megnézték a világot. Harmadik, amit én fontosnak tartok még elmondani, hogy építsünk olyan országot, amihez lehet és érdemes visszatérni. Tehát, hogy ilyenkor ez egy tényleg egy felkiáltó jel, hogy akkor gyerünk és szedjük össze magunkat, és jöjjenek vissza. Ugyanakkor van egy olyan humán tényező, amit nem lehet kihagyni, hogyha egy fiatal hölgy vagy fiatal úr kimegy tanulni, és ott aztán, mivel az ember társas lény, megismeri élete párját, és aztán dönt a holland fiú és a magyar lány, a magyar fiú és a francia hölgy, szóval, hogy akkor esetleg mást választ, hiszen megismeri élete párját. Éppen abban a korban megy ki. Nincsenek véletlenek. Az Erasmus is pont erről szól, ugye rengetegszer lát. Tehát én, nekem is a hallgatóim is ilyen sztorikat mesélnek, hogy igenis megismerte, akkor valószínűleg ez volt a sorsuk, hogy nekik úgy kellett találkozniuk. Erre nem építenénk gazdasági tendenciát, de azt kell mondjam, hogy valóban ennek van ilyen, a globalizációban van ilyen másik megoldás, hogy életek összekapcsolódnak, és akkor gazdaságok is összekapcsolódnak. Tehát akkor kutatás, sok-sok eredmény, meg a jó Istennek a keze és a szerencse. Mindenképp. Köszönjük szépen. Szívesen.